Én vagyok. És van. Ő pedig az öcsém. Ez mi? Mikor lesz Michael? Én az. Alexi. És ez itt az. Előtt. Papa az előszobában szív. Alexi. Dolgozóban fontos munkát végez a számítógépén. Ó! Ó! Mama! Papa, sötét lett! És sajnos a zene is leállt. A szívom sem működik. A számítógépem is kikapcsolt. Mama próbál. Kapcsolót, ám a lámpa nem gyullad fel. Biztos áram. Mi az az ár? Az ártünet az, amikor nincsen ára. És vissza fog jönni az ár. Nem! De addig is keressük meg a zseblámpát. Szerintem a pincében van. Jó, lemegyek és felhozom. Menni fog, papa. Nem! Jól látok a sötétben. Ó, papa, jól vagy? Igen, csak egy kis és sötét van ide lent. Ó, most jut eszembe, a zseblámpa a konyhában van. Aha! Megvan, mit csináljunk! Gyertek, nézzünk tévét! Ó! Nem kapcsolódik be! A tévé is árammal működik! Igazán? Igen! Ó, most mit csináljunk? Régen, amikor még volt tévé, a gyerekek találtak ki játékokat. Megvan! Kell egy kartondoboz! Mama, vágd ne egy lyukat ebbe a dobozba! Minek? Majd meglátod! Halálra rémült egy vaddisznótól, ezért egy fára mászott fel egy 17 éves fiú. Kisbe a saját tévéműsort ad. Utána viszont nem tudott lejönni. Ezt ő mondta el a tényeknek. Arról is beszélt, hogy másfél órán át kiabált a segítségért. Nagyon jó, Peppa! És a tűzoltókat is többször hívta, de először nem hittek neki. Aztán végül kiküldték hozzá a rendőröket. Oh! Visszajött az ár. Még nem fejeztem be. Kapcsold le a villanyt. Rendben, Peppa. Helyes. Akik azt mondták neki, hogy ugorjon le. Ő viszont erre azt felelte, idézem, nem vagyok én pókember, majd ezután másztak fel hozzá, és hozták le. Az egészről videó is készült. Nagyon jó, Peppa. Hurrá! Táncoljunk! Веселее, пацаны!